Vörös Orsolya az Energy Dance Team művészeti vezetőjének táncos produkciójával kezdődött az Agora tavaszi program ismertetője, utalva a márciusi 10 tánc magyar bajnokságra, az április 29-ére tervezett táncvilágnapi rendezvényre, illetve a májusi Quadrille Fesztiválra. A táncos programok mellett változatos zenei események közül is bőven szemezgethetnek az érdeklődők. Ilyen például az Isis Big Band nagy koncertje, az Apostollal és Zoltán Erikával jelentkező retrofesztivál, továbbá a Csík zenekar, Bródi János, Berecki Zoltán és Kern András fellépései. A sportház aulájában a szerda esténkénti akusztikus kamarakoncertek mellett folytatódik a Slam Poetry sorozat. Április 11-ére a Magyar Költészet napja alkalmából különleges ötlettel álltak elő a szervezők. Az Agora nagytermében ismert közéleti személyiségektől, politikusoktól, sportolóktól, művészektől lehet verseket rendelni kávéházi körülmények között. Polgármester úron keresztül a kulturális és sajtóélet sok alakja fog leülni egy-egy asztalhoz, és a közönséget pedig arra fogjuk biztatni, hogy üljenek le ezekhez az asztalokhoz, és egy-egy verset a meghívott vendégeink el fognak nekik mondani, úgyhogy lesz alkalom gyakorlatilag különleges vendégektől verseket hallani. A színházi kínálatban olyan népszerű előadások szerepelnek, mint a Mágnás Miska operett előadás, vagy a Miniszter félrelép című vígjáték. Áprilistól újra kinyit az Agora Szavária Filmszínház, ahol Csernus Imre, Orosz György és Lár András adnak önálló esteket. A színes kulturális kavalkádban többek között Halász Judit koncertje, az Oroszlán király gyermekelőadás és a Bing Nyuszi Show gondoskodik a gyerekek szórakoztatásáról. A részletes tavaszi programok megtalálhatóak az Agora honlapján.